Az özönvízszerű esőzések egyre gyakrabban okoznak problémát a különböző hazai településeken, például Püspökszilágyon is. Többek között ezért is csatlakoztak egy olyan kísérleti projekthez, hogy megakadályozzák a természeti katasztrófák okozta károkat. A Belügyminisztérium és a WWF Magyarország LIFE projektje keretében már 5 kis településen készültek el azok a természetes vízmegtartásra épülő mintaprojektek, melyek természetközeli és költséghatékony megoldásokkal hosszú távon segítik az alkalmazkodást. Szervusz, polgármester úr! Szervusz, Niki! Gyere, akkor megnézzük a vízválasztót. Rendben. Fölmegyünk a vízválasztóra, és a vízválasztótól rálátunk a pataknak a főágára, a mellékágaira is. Tehát most az oldalág mellett megyünk föl, szintén a vízválasztóra, és látszik, hogy egy kevés esőnél is, bár a patakágy mellettünk van, az úton folyik a víz. Amikor felhőszakadás van, gyakorlatilag ezen az úton is teljes szélesében 2,5-3 méteren, akár 50 centi szélesen is ömpölyöket a víz, és sok ilyen ág van, ami mind ugyanígy, illetve az egész területen folyik. A villám árvizektől sújtott Püspökszilágy Váctól délkeletre található kis település, ami egy vízválasztó mentén fekszik. Ez azt jelenti, hogy a vízgyűjtőjén lehulló csapadék a nyugati oldalon a Duna felé, a keleti oldalon pedig a Tisza felé indul el a patakokban. Néha pedig sajnos a falu felé, ami az elmúlt években már komoly károkat okozott. Amikor a falut többször egymás után elöntötte a víz, tényleg villám árvíz volt, pillanatok alatt megtörtént, volt, amikor 10 házba, 10 udvarba is, meg 2 üzletbe is bement a víz, utána hatalmas mennyiség iszap. Tehát ez egy igen megrázó élmény volt, és főleg az embernek a tehetetlensége volt, hiszen nem tudtuk, hogy mikor jön, nem tudtuk, hogy legközelebb mibe csinál kárt, nem tudtuk, hogy mennyi iszapot hoz, és a vízmajor ugyan lehetőséget adott arra, hogy a közvagyonban lévő kárt eredeti állapotba visszaállítjuk, de például a magánkertekben, magánházakban nincs ilyen lehetőség, sőt, ezekre általában ilyen szempontból biztosítást se lehet kötni. Farkas Mátyás, a WWF munkatársa, aki a polgármesterrel közösen vett részt a tervezésben és a kivitelezésben is. A hosszú közös munka alatt már összecsiszolódtak. Most azt a területet mutatják meg nekünk, ahonnan a falut fenyegető áradások indulnak. A probléma forrása az tulajdonképpen itt van a felső vízgyűjtőn, tehát amit a helyiek lent a faluban problémaként észlelnek, az itt keletkezik. És ugye az a baj, hogy ez a 2,5-3 négyzetkilométeres felső vízgyűjtő, ez tulajdonképpen, ahogy lehet látni mögöttem is, nagyjából egy darab intenzíven művelt mezőgazdasági tábla. Már itt a földeken is sokat lehetne tenni a villámárvizek elkerülése érdekében, ha a gazdák nem fentről lefelé szántanának, hanem a lejtésre merőlegesen a szintvonalak mentén. De védő erdősávokat is lehetne telepíteni, amíg viszont ezt a tulajdonosok nem támogatják, addig marad a hömpölygő víztömeg. Ezután az egyik rönkgátat néztük meg, ahol a falura zúduló vizet szelidítik meg. Polgármester úr, szerinted ez hány köbméteres lehet egy ilyen? Hogyha a rönggát és egy nagy felhőszakadás van, akkor gyakorlatilag durván 1 méter magas a gát, látszik a hordalék, hogy az előzőekben is, mert ugye a nyugalmi folyás simán el tud folyni alatta. Hogyha ez visszadúzzaszt egy 40-50 méterig, akkor minimum 300-350 köbméter vizet lefed. Na most, hogyha van 8-10 ilyenünk, az azt jelenti, hogy 3000 köbmétert le tud a zárvíz tarajból, a hullámtarajból szedni, ez azt jelenti, hogy a kiképzett medrek között marad a patak, nem lép ki és nem csinál sehol kárt. A létesítmény tökéletesen illeszkedik a tájba, 8-10 évente kell kicserélni a farönköket, és a felhalmozódott iszap is hasznosítható humuszként. Egy hét múlva, hogyha meleg lesz, akkor például itt fogjuk a legtöbb gombát szedni. Ezután a beruházás legdrágább részét, a zsilippel ellátott mesterséges tavat néztük meg, ami a felesleges vizet tárolja. Aszály idején a kifolyásánál lévő patakot ellátja vízzel, hogy az ne száradjon ki, ezzel is segítve az ott lakó élőlényeket. Az élővilág olyan szinten újul meg és változik, hogyha van víz. Tehát annyival gazdagabb lesz az állat és a növényvilág, hogy ez nekem mindig a szívem csücske volt, és hát ez a kis projekt, az oldaltározó meg a röngátak hozták is, tehát 2-3 hét alatt a madárvilág, a növények, az állatok olyan szinten befoglalták, hogy nyugodtan mondhatom, hogy bárki a csodájára járhat. Figyeltünk arra, hogy olyan módon legyen kialakítva, hogy a
természetközeli módon, tehát látszik rajta, hogy szabálytalan a partvonala például, több kis víztest van, itt van egy víztest, mögötte van egy víztest, tehát próbáltunk egy komplex vizes élőhelyet is létrehozni. Ilyen célt is szolgál. És ugye szolgál rekreációs célokat is, hiszen épült mellette pihenőhely, itt van a sportlétesítmény mellett, tehát hogy egy olyan tó is, ami a kikapcsolódást is szolgálja. Nem érdemesebb ilyenkor kivenni a pallót, hogy folyjon a rendes útján a víz, és ne átbukjon a... Az az igazság, hogy szélességbe is mehet, és hát annyira gazdag az élővilág, hogy harrácsot szeretnénk telepíteni. Másfél nappal ezelőtt le lett engedve 24 centi víz, most már feltöltődött, és ugye miután folyamatos az esőzés, fönn is tud gyakorlatilag itt majdnem 8-10 méter szélesen folyni. A kialakításnál úgy lett elkezdve a munka és minden csinálva, hogy például amikor a madarak nem fészkelnek, abban az időszakban lett a minimális bozót, meg mi egymás is eltávolítva. Például a békáknak a teljes életciklusát figyelembe vettük, hogy amíg teleltek, meg amíg zajlott náluk a szerelem, akkor nem bolygattuk őket, és utána is helyet biztosítottunk nekik, hogy vissza tudjanak húzódni. Például volt a területen mocsári csorbóka, ami védett növény, tündérrózsa, ezek mind át lettek telepítve. A beruházás költségei csupán a felét tették ki annak az összegnek, amennyi kárt a villámárvizek az elmúlt 10 évben okoztak. Az építkezés még csak félig volt kész, de már akkor is teljesen megvédte a települést az újabb károktól. Ez azt jelenti, hogy 2 éve nem történt újabb romboló áradás, a település úgy látszik biztonságban van. Azt tapasztaljuk ebben a pilot projektben, talán polgármester úr is megerősítheti, hogy amikor ezeket bemutatjuk, akkor a településvezetők azok nagyon lelkesek, és mindenki szeretne hasonló beruházást vinni a saját településére. A klímaváltozás az sajnos tény, és lehet rá jó választ adni. A legelső talán a víz. Visszamenve a gyökerekhez, meg lehet keresni mindenhol a megoldást, ezeken az időszakos patakokra, patakmedrekre, vízösszegyűjtésekre, és ezzel lehet talán a leghatékonyabban, aztán nagyon sok más összetevője van a klímaváltozáshoz történő alkalmazkodásnak, de talán itt kell kezdeni, és minden településen el lehet kezdeni.